Az uniós zászlót elégető Novák előtt több mint 3000 eurót, azaz kb. 1 millió forintot vett fel 5 hónap alatt Szegedi Csanád uniós képviselő munkatársaként. A Jobbik alelnöke még a 2010-es választások előtt Szegedi Csanád asszisztense volt, és ezért kapott Brüsszelből fizetést. Novák előtt azt mondta, erkölcsileg nem lát kivetni valót abban, hogy attól az uniótól vett fel fizetést, melynek zászlaját alig 2 évvel később elégette. A hvg.hu úgy tudja, hogy több a szélsőséges hírportálhoz, a Kuruc Infóhoz köthető munkatárs is rendszeres bért kapott Szegedi Csanád havi 21 ezer eurós keretéből. Jobbikos tüntetés az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt. Januárban a demonstráció résztvevői az Európai Unióból kilépést sürgették. Novák előtt jobbikos országgyűlési képviselő ennek nyomatékosítására a színpadon elégetett egy uniós zászlót. Őszintén Novák előd, májusban már nem égetett, viszont az országgyűlés irodaépületéről bevette az uniós zászlót, mert szerinte magyar közintézményeken semmi keresnivalója nincs a lobogónak. Most pedig szerinte az olimpián sincs helye az európai zászlónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Egyesült Államoknak ennek a lobogónak akár nincs helye. Mondjuk például az olimpián sem, mert talán ez lesz a következő gyalázat, amit elkövetnek velünk szemben. Alig 2 évvel korábban azonban a zászlóégető Novák előtt magától az Európai Uniótól vett fel fizetést. A hvg.hu információi szerint 5 hónap alatt, amíg Szegedi Csanád jobbikos uniós képviselő asszisztense volt, mintegy 3500 eurót, azaz körülbelül 1 millió forintos fizetést kapott Brüsszeltől. Ezt önéletrajzában is megemlíti, nem csak a parlament honlapján, hanem a Wikipédián is kiemeli, hogy Brüsszelnek dolgozott. Nem érzem ellentmondásnak, hogy ha ez egy múltbeli eset ráadásul, tehát hogyha most én magam európai parlamenti képviselő lennék, akkor lehet, hogy még egyszer meggondolnám, hogy mondjuk helyén való-e. Novák előd azt mondja, ő csupán klasszikus munkabért vett fel attól az uniós intézménytől, amit végső soron a magyar állampolgárok is fenntartanak. A jobbikos képviselő most sem mulasztotta el, hogy bírálja az uniót. Magyarországnak nincs helye ebben a fajta Európai Unióban. Összeegyeztethető ön szerint a zászlóégetés, illetve a pénzfelvétel, mondjuk 3000 eurónak a felvétele az uniótól? Nem tudom, mikor összesítették eddig mondjuk Orbán Viktornak vagy Gyurcsány Ferencnek az évtizedek folyamán akár csak közszereplőként felvett tiszteletdíjait. Novák előd azt is mondta, hogy a választóiktól az unió bírálatára kaptak felhatalmazást. Ilyen főállásomban sem hajtottam végre az Európai Unió zászló elégetését. Mindazonáltal szerintem akár meg is tehettem volna, hiszen a magyar választók azért küldtek minket az Európai Parlamentbe, hogy megváltoztassuk ezt a fajta Európai Uniót. Novák elődön kívül a hvg.hu információi szerint több a szélsőséges Kuruc Infóhoz köthető munkatárs is kapott brüsszeli fizetést. A keret nagy, az uniós képviselőknek havonta 21 000 eurós keretük van az asszisztensek és a szakértők foglalkoztatására.